Hát végtelen szeretettel köszöntök mindenkit. Hariom. Ez mi így szoktunk egymásnak köszönni. Lehet, hogy a namaste az ismerősebb. Mindezek ugyanazt jelentik, hogy köszöntöm a benned lakozó tökéletességet. Ezt a szép feladatot kaptam ma, és köszönöm szépen a meghívást a Természetgyógyászok Szövetségének, illetve konkrétan dr. Tarackközi Istvánnak, hogy itt lehetek. Nagyon megtisztelő feladatnak érzem ezt. Tehát a jóga alapjairól szeretnék beszélni rövid 20 perc alatt. Úgyhogy az első kérdésem ugye az lenne, hát most ugye ez csak egy ilyen költői kérdés, mert nyilván most nem tudunk ilyen interakciót folytatni. Tehát én fogom megválaszolni a saját kérdéseimet, hogy tudjuk-e, hogy mit jelent a szó maga az, hogy jóga. Ezt egy kis idézettel kezdeném. Én egy tradicionális jógaszervezetben jógázom, ami azt jelenti, hogy tanító-tanítvány kapcsolatban. És az én mesterem, akit úgy hívnak, hogy Sri Swami Sivananda, ő azt mondja, hogy azért jöttél a Földre, hogy megleld a legmagasabb rendű boldogságot. Na most ez a boldogság, ez nem kívül van, nem a tárgyakban van, hanem bennünk van. Úgyhogy amikor úgy köszöntjük egymást, hogy namaste, om namah shivaya, haribol, hariom, stb., akkor ez mind ugyanazt jelenti, hogy emlékeztetjük egymást arra, hogy kik vagyunk valójában. Tehát ez a tökéletes, örökké boldog, önvaló, vagy nevezhetjük léleknek is. Jó, tehát ezt jelenteni a jóga szó, hogy a jóga eszközeivel, ennek a folyamataival összekapcsol minket ezzel a természetes állapotunkkal. Tehát úgy képzeljük el, hogy a nap 24 órájának minden pillanatában, tehát a 24 órában, tehát az alvás közben is boldogok és elégedettek vagyunk. Tehát erről szól a jóga folyamata, majd kiderül, hogy milyen részei vannak. Tehát, hogy ezeket, ha végezzük, és közeledünk ugye ehhez az állapotunkhoz, majd az összekapcsolódáshoz, a jógához, az önvalóval, a boldogsággal, akkor egyre békésebbek, egyre elégedettebbek, egyre egészségesebbek, egyre teljesebbek, és egyre boldogabbak vagyunk. És ez azért nagyon csodálatos, mert ahogy ebben mi így növekszünk és sugárzunk, akkor már elkezdünk másokat is boldoggá tenni. Jó, tehát erre a pici kalandra vagy utazásra hívom most önöket. Tehát akkor a jóga szó annyit jelent, hogy összekapcsolódni a természetes állapotunkkal, a tökéletességünkkel. Hogy hogyan érjük el ezt az összekapcsolódást, ehhez öt csoportot tudunk így felállítani, amit érdemes gyakorolni. És tulajdonképpen majd kiderül, ugye, hogy itt a mai nap a természettel fogunk foglalkozni, a természet erejének és a gyógyítással. Tehát én azt mondanám, hogy ez is a jóga. Ez is közelebb visz minket az önvalóhoz, vagyis a tökéletességünkhöz, az egészségünkhöz, így a boldogságunkhoz is. Úgyhogy azt kívánom, hogy a mai napon, ahogy szívjuk magunkba az előadók előadásait, hát mindenki érezze magát egyre boldogabbnak, és amikor hazamegyünk ebben a boldog, emelkedett állapotban, hát akkor osszuk meg a szeretteinkkel is, és tegyük őket is boldoggá. Csak kapcsolódjunk velük is össze. Jó? Tehát mi ez az öt csoport? Hát az első a helyes testgyakorlás. A helyes légzés, a helyes relaxáció, a helyes táplálkozás, és a pozitív gondolkodás és meditáció. Tehát ebbe a öt nagy csoportot tudjuk felállítani, de ez azt jelenti, hogy nem külön-külön vagy ezt, vagy azt, vagy amazt, hanem tulajdonképpen ez mind a jóga eszköze, tehát ezeket mind egyszerre gyakorolja az ember, amikor szeretne önmagára ismerni, önmagával összekapcsolódni. Ezeket egy kicsit kibontva nézzük meg egyenként.
Tehát a jóga ugye azt feltételezi, hogy mi valójában tökéletesek vagyunk, csak most valamiért elfeledkeztünk róla. És ezért a testünkre úgy tekint, hogy ez egy jármű, ez egy templom, ebben lakik a tökéletes lényünk. És azért van ez a templom, vagy ez a jármű, hogy ezen keresztül ismerjük meg önmagunkat. Jó, tehát akkor a helyes testgyakorlással, vagyis az ászanák gyakorlásával karban tudjuk tartani szépen ezt a templomot, mert hogyha idő előtt ledaráljuk, hát akkor nem lesz ebben az életben lehetőségünk arra, hogy elérjük a végső tökéletes boldogságot, jó? Tehát bizony tisztán, egészségesen kell tartani ezt a templomot. Tehát ugye az autónkban mondjuk, hogyha az olajszint ugye már csökken, akkor kiírja, hogy hamarosan olajcsere, mert különben nem fog jól működni a járművünk. Hát ezt az olajozottságot, hogy rugalmasak legyünk, tiszták legyünk, egészségesek legyünk, hát ezt az ászanák tudják betölteni. Egy picit csak olyan szempontból mesélnék az ászanákról, ugye az általunk ismert sportokhoz képest annyiban különbözik, hogy ugye ezek statikus testhelyzetek, tehát felveszek egy pózt, megtartom, egyenletesen lélegzek benne, esetleg koncentrálok arra a területre, ahol a legjobban kifejti a hatását ugye ez az ászana, ez a testhelyzet, és aztán lebontom. Jó? Tehát úgy tudok az egész szervezetemre, a belső szerveimre is, tehát a belső szerveim helyes működéssel is hatást gyakorolni, hogy közben a szívemet azt nem terhelem meg. Tehát ezért nevezzük azt, azért mondjuk azt, hogy ez egy helyes testgyakorlás, mert ezt mindenki tudja gyakorolni. Fiatal, idős, beteg ember, egészséges ember, tehát mindenki tudja használni arra, hogy újra helyre tudja hozni a templomát. Na menjünk tovább, ugye volt a következő a helyes légzés. Hát ez egy kicsikét már olyan téma, amit eddig lehet, hogy sehol nem tanítottak nekünk. Hát a jóga nagyon nagy hangsúlyt helyez rá, hogyha most megint a járművünket nézzük, akkor a járművünkben ugye van elektronika, és van egy akkumulátor. És hát sokszor érezzük, hogy hát bizony, ez a belső akkumulátor lemerül, és akkor fáradtak vagyunk, erőtlenek vagyunk, a hangulatunk sem túl jó. Na hát ehhez kell nekünk megtanulni helyesen lélegezni. Most ebbe sajnos nem tudok belemenni, hogy hogyan, mert ugye erre nincsen most időnk. De ez biztosítja az elektromosságot. Tehát azt biztosan észrevettük már, hogy amikor idegesek vagyunk, akkor a légzésünk az ilyen kapkodóvá válik. De ugyanakkor, amikor a légzésemet lelassítom, szabályozom, akkor megnyugszik az elme is. Tehát a légzéssel már egy olyan szintet tudunk befolyásolni, ami nem a durva fizikai testünk, ugye mint az ászanáknál a durva fizikai testtel kezdtünk, itt már a finom fizikai testről beszélünk, tehát a gondolataink, érzelmeink világába tudunk benyúlni a helyes légzéssel. Jó, tehát akkor ez lesz az elektromosság és az akkumulátorunk a járművünk szempontjából, tehát ezzel tudjuk karban tartani. És akkor nézzük a következőt, a helyes relaxáció. A helyes relaxáció, hogyha ezt sikerül elsajátítanunk, az azt jelenti, hogy nem csak egy könyvet olvasok, vagy kirándulok, vagy táncolok, mint ezek alatt, ezek is nagyon-nagyon jók, de nem tudjuk kikapcsolni az elme működését. Most megint, ha a járművünket nézzük, akkor a helyes relaxáció az olyan lesz, mint a hűtőrendszer. Jó? Tehát, hogyha felforr az autónkban a hűtővíz, akkor leáll. Ugye nem tud tovább menni az autó. Na hát ehhez kell egy rendszeres relaxáció, ami azt jelenti, hogy három szinten tudunk lazítani, el tudjuk lazítani a test minden egyes sejtjét, le tudjuk csendesíteni a gondolatok áramlását, és megtapasztalhatjuk a bennünk rejlő békét, örömöt, és kiderül, hogy nem egy külső tárgy okozta ezt. Jó? Tehát ez a relaxáció. Menjünk tovább. A következő pedig lesz a helyes táplálkozás. Megint, hogyha az autónkat nézzük,
bizony kell az üzemanyag is, ugye? Tehát ha kifogy a benzin, vagy a dízel, vagy most már van elektromos autónk is, de hogyha nincs benne üzemanyag, hát akkor nem tud menni. Tehát kell helyes üzemanyag is. Ugyanakkor hát nem tudjuk összekeverni, hogy mit tudom, a dízel autóba benzint öntök, hát az nem sokáig fog menni, vagy fordítva, ugye? Tehát nem mindegy, hogy milyen üzemanyagot adunk ennek a testnek. Tehát van egy úgynevezett helyes táplálkozás. A jóga három csoportba sorolja az ételeket. Vannak ételek, amik a negatív gondolatokat fogják táplálni, ugyanakkor fizikai szinten már betegséget okoznak. És itt egy picikét beszélgettünk itt pár mondatban, és így egymásra néztünk a kedves jogás kísérőmmel, hogy mennyire összepasszolnak ugye a gondolataink. Tehát bizony az ételek azok befolyásolják nem csak a fizikai síkunkat, hanem megint a hangulatunkat, tehát az egész jólétünket. És itt kezd az a mondás értelmet nyújtani, legalábbis nekem itt értettem meg, hogy mit jelent az a mondás, hogy amit eszel, azzá leszel. Jó, tehát aztán vannak olyan ételek, amelyek még ilyen nyughatatlanná tesznek minket. Tehát elégedetlenséget szülnek, állandóan valami vágyat kell teljesíteni. Hát ugye ezek sem annyira jók, ezek az ételek fizikai szinten pedig idegrendszeri megbetegedéseket okoznak, vagy éppen érrendszeri problémákat, stb. És van a harmadik csoport, amit a jóga helyesnek tart, ez a jóság minőségében van. Ebből rögtön hallatszik, hogy akkor az ember békés, nyugodt, fizikailag egészséges. Jó? Hát, hogy most pontosan mik ezek az ételek, ezekre most sajnos nincs idő, de biztosan utána tudtok nézni az interneten. Jó? Tehát ez a három csoport van, és hát nyilván mi a helyes ételeket tanítjuk, ugye a jogázóinknak arra az irányba tereljük őket. A következő utolsó csoportunk volt, ugye az ötödik, a pozitív gondolkodás és meditáció. Itt egy picikét úgy állnék meg, hogy az előző, tehát a helyes táplálkozás, a helyes légzés, a helyes relaxáció és a helyes táplálkozás, ez mind azért van, hogy tudjunk meditálni, mert hogy a meditáció az az egyetlen eszköz, amellyel végleges változást tudunk elérni az emberi lényben. Mit jelent ez? Minden negatív szokástól, benyomástól és negatív tulajdonságtól meg tudunk szabadulni. A meditáció a halhatatlanság és az örök üdvösség elérésének egyetlen király útja, tehát szintén Swami Sivanandától halljuk ezt. Ő egy olyan bölcs, egy olyan jógi, aki elérte a jógát. Tehát ő nem csak úgy mondja ezeket a szavakat, hanem ezt akkor mondjuk, tehát ez nem azt jelenti a halhatatlanság, hogy ebben a testben mindig itt fogunk maradni örökké, még 100 évesen is, és ilyen nagyon gyengén és fájdalmasan, hanem a tudatunkkal, ugye elérjük, összekapcsolódtunk azzal az állapottal, hogy én mindig boldog vagyok, mindenkiben ugyanazt a fényt látom, önmagamat látom mindenkiben és mindenben, és ekkor elértük azt, akik vagyunk valójában. Tehát innentől kezdve nincs halál, nincs újjászületés, nincs félelem, csak az örök béke és boldogság állapota. És egy pillanatra akkor itt folytatnám, és gyakoroljunk egy picit, jó? Tehát hunjuk be a szemünket, vonjuk vissza az érzékeinket, néhány mély légzésre figyelve. Ahogy a légzésünk elcsendesedik, elménk is elcsendesedik, ha még feltör néhány gondolat, ezeket is elengedjük, ráér majd holnap foglalkozni vele. Teljesen elcsitult az elme hullámzása. Merülj el mélyen az átmanban, az önvalóban,
a legfőbb lélekben, a fények fényében, a napok napjában. Minden tudás feltárul előtted, minden kétséget szerte foszlik, elméd gyötrelmei semmivé lesznek, és minden heves vita, indulatos szócsata abba marad, egyedül a gnyána, a bölcsesség marad. Lassan nyithatjuk a szemünket. És csak arra kérem önöket, hogy egy pillanatra forduljunk egymás felé, és lássuk meg egymásban önmagunkat. A nevek és a formák mögött. A fényt. Nagyon szépen köszönöm. Áldott, békés napot kívánok, és sok-sok tudást, és aztán tegyük magunkévá, vagyis ne csak elméleti tudás legyen, hanem amit hallunk, azt tegyük gyakorlatba, fektessük gyakorlatba is, és akkor egyre inkább önmagunk leszünk. Om Namah Shivaya.